Önök a Polit Televízió híradóját látják, a műsorvezető Kovács Gyöngyike. Jó napot kívánok, nézzük mai híreinket röviden, egy-egy mondatban. Rendes havi tanácsülést tartottak Kézdivásárhelyen. Műemlékvédő konferenciára kerül sor a múzeumban. Burgonya napokat szerveztek a Csipke Rózsika napközi otthonban. Nagyatádon állítottak ki kisállattenyésztőink. És most nézzük bővebben. Tanácsülést tartottak kedden Kézdivásárhelyen. Az önkormányzati képviselők rendes havi rendi pontot vitattak meg és fogadtak el, többek között a költségvetés kiegészítés elosztásáról is döntöttek. A tanácsülés a Gozkom Kft. Igazgatójának beszámolójával kezdődött, majd a különfélék megvitatására tértek rá, amelyben a nyújtódi gondokról is szó esett. Ezt követően Ferenc Attila alpolgármester a Vigadó Művelődési Ház igazgatóját marasztalta el a sportcsarnok avató ünnepség szervezésekor felmerült problémák miatt. A költségvetés kiegészítés elosztásáról is szó volt a novemberi tanácsülésen. A tanácstagok döntése értelmében pénzt különítettek el a jégpályára, a tanügyi intézmények felújítására, illetve az épületek fűtés támogatására. 1 millió lejt kap az uszoda, de jelentős pénzösszeget fordítanak a zöldövezetek karbantartására és a Gábor Áron iskola központra. Befejeződött a sportpályán levő szálló kibővítése, amelynek fűtésrendszerét napelemes berendezéssel oldják meg. Ez újdonság számba megy még 3 széken. Az ezzel kapcsolatos hatékonysági tanulmány és technikai-gazdasági mutatók jóváhagyását is megszavazták, majd arról is döntés született, hogy bizonyos területeket átadjanak a municipium magántulajdonából a helyi földosztó bizottságnak. Megállapították továbbá a Kézdivásárhelyi municipium erdeiből származó fa értékesítési árát, valamint arról is döntöttek, hogy a Petőfi Sándor általános iskola 2 épülete a református kollégium ügykezelésébe kerüljön át, az asztali tenisz csapat edzőtermét pedig a Nagy Mózes gimnázium ügykezelje. A tanácsülésről készült felvételeinket szombati adásunk után nézhetik meg. Városunk épített örökségének megvédése érdekében szerveznek konferenciát vasárnap a C-történeti múzeumban. A rendezvénnyel egy időben fotókiállítás nyílik a Bogdán házban, Városképek múlt és jelen címmel. A Kézdivásárhely épített öröksége az EU küszöbén című konferencia vasárnap délután 14 órakor kezdődik, amikor sor kerül a Bogdán féle napfényműterem, a majdani fotótörténeti múzeum épületének avatójára is. Olyan személyeket hívtunk, akik jártasok a műemlékvédelemben, így Rádai Mihály lesz itt a Magyar TV-től, közismert városvédő, a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól, Magyarországtól Sebestyén József, Káldi Gyula, Várajai Réka, de a mieink közül is, tehát a megyéből Magyarosi Imola, a megyei műemlékvédelmi hivataltól, valamint a kolléganőm Dobói Anna Mária, művészettörténész. Most a tanácskozásnak a lényege, most a címe, amit adtunk neki, Kézdivásárhelyre épített öröksége az unió küszöbén. A tanácskozás fő célja, hogy közvetlenül tudják megszólítani Kézdivásárhely lakosságát és a szakhivatalukat egy jól működő, kölcsönös érdekeken alapuló partneri viszony és bizalom kiépítése érdekében. A közös összefogás segíthet abban, hogy a szakhivatalok közreműködésével a lakók aktív szerepet vállaljanak a műemlékvédelemben. A korábban városunkban megszervezett almanapokra alapozva a Csipke Rózsika napközi otthonban 3 napos burgonya napot szerveztek. A napok célja az volt, hogy a gyerekek minél több ismeretet szerezzenek a vidékünkön is nagy mennyiségben termő növényről. Krumpliróka, burgonyasüni, pityókás hétfejű sárkány, krumplikaktusz. Ez csak egy néhány krumpliból készített tárgy, amelyet a Csipke Rózsika napközi otthonban alkottak az óvodás gyerekek a krumpli napok keretében szervezett barkács napon. Első nap egy termelőt hívtunk meg Fehér Éva személyében, aki elmondta a gyerekeknek érdekesen, hozzáférhető nyelvezetet használva, hogyan termelik a krumplit. Megkezdve az ültetéstől a tárolásig. A második nap barkácsnap van, amikor a gyerekek a krumpliból különböző érdekességeket, figurákat készítenek, megkezdve a süniktől ember alakokig.
Harmadik nap pedig krumplétel, krumplikészítmények kiállítása lesz, amibe a szülők segítenek be nagy mértékben. Ők készítik az ételeket, és kiállítjuk az óvodába, megkóstoljuk, és bíráljuk is. A gyerekek és a pedagógusok fantáziája nem ismert határt. A krumpliból egy családot is készítettek, amelyhez éneket is tanultak. A szervezők abban bíznak, hogy a krumplinapokból hagyományt teremtenek, és jövőben is megszervezik azt. Kézdivásárhely legtávolabb levő magyarországi testvértelepülésén, a 880 kilométerre levő Nagyatádon egy kiállításon képviselték Kézdivásárhelyt és Erdélyt a céhesvárosbeli kisállattenyésztők. A bírók nagyon jó minősítést adtak a hosszú utazásban kicsit megviselt szárnyasoknak. Néhány kézdivásárhelyi kisállattenyésztő hosszú utat tett meg azért, hogy öregbítse Kézdivásárhely hírnevét Magyarországon. Oda-vissza közel 2000 kilométert utaztak, hogy a díszgalambokat bemutathassák a magyarországi közönségnek. A gyönyörű szárnyasokat a nagyatádi sportcsarnokban tekinthették meg az érdeklődők. 30 darab galambbal jelentünk meg 5 tenyésztőtől, és 17 darab szárnyassal ugyancsak 4 tenyésztőtől. Hát az utaz hatalmasan hosszú volt, mert 880 kilométer, úgyhogy nagyon sok volt, az állatok eleget megszenvedtek, de nagyon jól szerepeltek. Hát egy eléggé jó társaság jött össze, Magyarország összes neves embere a kisállattenyésztők közül ottan volt. Nagyon szép kihajtás volt, a sportcsarnokban volt megrendezve. Mit tudjak mondani, lélek elállító jelenség volt, amikor láttál egy sportcsarnokot tele galambbal és szárnyas állattal. Várdó Zoltán úgy értékeli, hogy a hosszú utazás megérte a fáradtságot. Állattenyésztőkkel újították fel a kapcsolatot, új barátságok kötöttek, így a helyiek az elkövetkezőkben is tiszteletüket teszik a határon túli rendezvényen. Kedves nézőink, Önök a Polip Televízió híradóját látták magyar nyelven, köszönöm kitartó figyelmüket, viszontlátásra!